Már 3 nappal ezelőtti videónkban szó volt Tóth Gabiról, azonban azóta nagyon sok minden történt, úgyhogy nézzük is az új fejleményeket a Gótobékkal kapcsolatban. Ami az előző részben történt. Tudtátok, hogy az én kedvenc énekesnőmről szól az összes hír? Sajnos ezek a hírek nem arról szólnak, hogy 2015 után kiadott volna egy új dal. Ahogyan azt az előző videóban is említettem, a pár mindkét tagja Instagram posztban tudta le, hogy mi a helyzet, azonban a Krausz Gábor posztjában van valami érdekes. Krausz Gábor úgy fogalmaz, hogy szeretném veled letudatni, hogy 6 év után sajnos a kapcsolatunk Gabival véget ért. Időként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet. A Gábor a kellemetlen fricskák alatt a Fricska táncegyüttessel gondolt. A Fricska táncegyüttes egyébként egy magyar néptáncos csoport, amely 2014-ben alakult Budapesten, na és hát ezek a srácok közül az egyik, nevén szólítva Pap Máté Bence, az a srác, aki összeszűrte Tóth Gabival a lét. Ha esetleg ezek után nem lenne minden érthető, Tóth Gabi még egyszerűbbé teszi a dolgunkat, ugyanis kommentelt a Fricska együttes Instagram posztja alá. Szóval ez az a komment, amit Tóth Gabi írt a Fricska együttes Instagram posztja alá, amit egyébként később törölt is az énekesnő. De minden egyértelmű, annyit még itt tudni kell, hogy az 5. srácsa az a Bence, akivel a Tóth Gabi együtt van. Nagyon rosszul esik ez most. Azóta már kikövették és letitolták egymást, valamint a Krausz el is költözött. Kikövették egymást közösségi oldalaikon, és már szét is költöztek. Mindez alig egy nap leforgása alatt. Én voltam, aki letítottam a csalszit, nem ő. Azt ugye már régebb óta is tudni lehetett, hogy Krausz Gábor albérletbe költözött. Azonban az okát azt eddig nem, de most már ez is kiderült. Azért költözött el Krausz Gábor, ugyanis Tóth Gabi nevén van a Szentendrei családi ház, és annak a hitele is. Nagyon rosszul esik ez most. Azt is megtudtam, hogy Tóth Gabi és a Fricska között már régebb óta alakultak a dolgok, erről Tóth Gabi egy ismerőse számolt be egyébként. Régóta izzott közöttük a levegő, mivel mindketten párkapcsolatban éltek, sokáig talán maguknak sem vallották be érzéseiket. Végül a június végi erdélyi koncertsorozaton melegedtek össze, Gábor pedig alig 2 hete tudta meg, hogy vége a házasságuknak, mert Gabi már más szeret. Ez a videó az nekem is, és nektek is jó. Ti láttak egy jó videót, én pedig gyakorlom a hangos olvasást. Hülye vagy ember? A Gabi nemrég posztolt az irigyeknek, és ugyanabban a sapkában van, mint a Fricska gyerek. Kedvenc szennylapomtól, a Blicktől elment egy ember Tóth Gabi koncertre megkérdezni a nézőket, hogy mit gondolnak a Tóth Gabiról és a Fricska gyerekről. Kövesen vagyunk, ahol ma este Tóth Gabi a Fricska nevezetű néptánc együttessel fog fellépni. Mindannyian hallottuk és olvastuk az elmúlt napokban, hogy milyen hírek keringtek arról, hogy Tóth Gabinak tönkrement a házasság a Krausz Gáborral, és olyan híreket is lehetett olvasni, amelyek szerint a Fricska egyik táncosával, Pap Máté Bencével van együtt. Most az embereket kérdeztük arról, mit gondolnak Gabinak a kapcsolatáról, és hogy miért jöttek el a koncertre. Ez mind szép és jó, hogy te elmentél egy ilyen rendezvőn, csak kérlek, ne kiabálj, mert kiszakad a dobhártyám, basszus. Na jó, visszavonom. Inkább hallgatom a kiabáló nőt, mint azt, hogy Tóth Gabi, ahogy énekel. Megmondom őszintén, hogy én az ilyen híreket nem figyelem. Kezdett őnek kell eldönteni, hogy hogyan alakítsa az életét. Azt a kapcsolatot nem ebben kellett volna elrontani. Kicsit unalmas szerintem. És mit gondol egyébként? Magánügy. Én szerintem ez magán. A mai világban ez már nem újdonság, csak önállal van fölkapva ez. Aha. Mert ő közösségi ember. Ő neki a saját magánügyük. Nagyon csúnya, nem kell vele foglalkozni. Ez az ő magánélete. Uh-huh. Most bárki elválhat, igaz? Hát most nekem semmi közöm hozzá. Ő tudja, nem az, én nem vagyok az ő cipőjében, hogy most mi volt, hogy volt. Ez az ő élete, úgy, mint művésznő. Úgy befülöm. Meg a Fricskát is, hát az, hogy... És azt tudja, hogy a Fricska egyik tagjával hozták. Igen, mert Weiss Viktor is felhozta itt a Fricskát, de hát... Tényleg? Igen, de ez az ő magánélete, hát szerintem nekünk semmi közünk, mert mint kívülálló úgyse tudunk beleszólni. Mindenkinek van egy zsákja,
amit cipelünk. Nekem ezekből a felvételekből eddig az jött le, hogy túltobbi koncertre csak is nyugdíjasok járnak, de hát figyelj, Tudgamnak is meg kell találni a célközönségét. Hát nekik nyugdíjasok, ez van, ez az ő dolga. Én 63 éves vagyok, figyelj, de ez így van. Mindjájunknak van. Én is most egy szar helyzetben vagyok, de van két gyönyörű gyerekem, négy gyönyörű unokám, és értük élek. Aha. Hát most figyeljen ide, ha ön elválik, mi közöm hogy? Persze. Csak hát nyilván más, aki a reflektorfényben él. Igen, mert egy sztár, meg ugye közéleti személyiség idézőjelben, de csak mindent tudnak róla. Hát ennyi. Csak én a gyerekemet nem dobtam volna el. Egy férfiért. Ez az igazság. Elsőbb a gyerekem. Egy pillanat, lehet, hogy meg fogja bánni. Nagy szerelem lehet, vagy nem tudom. Gábor teljesen bele van betegedve, nagyon sajnálom, szegény. Ne, az a véleményem végül is, hogy lehet, hogy Gabi hibás, vagy nem tudom, de most én meg mégiscsak az a véleményem, ez az ő dolgok, mert már az előtte is volt neki jele. Alapvetően én is azt gondolom, hogy ez az ő dolga, és ez magánélet. Én pontosan ezért csinálom róla a második videómat. Yeah.